A magyarországi kékfestés hagyományát 2015-ben vették fel a Szellemi Kulturális Örökség nemzeti jegyzékébe, olvasható ezen az oklevélen Nagynyárádon. Itt dolgozott Sárdi János mester, akinek emlékszobájában fia mutatta meg a kiállított tárgyakat. Ifjabb Sárdi János követi apja örökségét. A családi ház műhelyében ő folytatja a mesterséget. Röviden elmondta itt, hogyan készül a minta az anyagra, illetve hogyan lehet több színt megjeleníteni a ruhaanyagon. Ilyen nyomóducokat használunk a mintázáshoz, és hát minden kékfestő maga készíti el azt a masszát, amit használunk, ami megvédi a festés előtt. Hát ez egy ilyen méz sűrűségű anyag, amit hát én 9 féle vegyszerből keverem össze, de hát ez változik műhelyenként. Majd ezt egy ecsettel egy szépen fékonyan fölkenjük, ez egy ilyen gélesített párna, és akkor ebbe mártjuk bele a magát a mintát. Ugye föltapod a felületére ez a massza, majd ahogy áthozzuk a fehér vászonra, ilyen ütögetéssel át lehet vinni, és akkor átmegy ez a minta, és lehet érezni kézzel, hogy rá van száradva. És ahogy rá van száradva, úgy lehet már festeni. Hát én általában olyan egy napot, másfelet szoktam várni legalább, és akkor utána lehet vinni a festőkádba, és akkor megfestem, a végén pedig savas vízzel le tudom ezt mosni, és akkor ott újra fehér lesz. Vannak olyan minták, amit mutattam, hogy ilyen több szint lehet vele csinálni, például ez ugye a fehér minta, hát itt ha terítőt csinálok, vagy ilyesmit, ez nem méter anyag, hanem terítőre való, hát akkor így a szélén végig lehet nyomni, vagy hogyha terítőt csinálok, akkor a sarkait 45 fokba letakarom, és akkor papírra, és akkor lehet körbe mintázni. És megfestem világos kékre, majd jön ez a minta, amelyikkel úgynevezett passzer minta, tehát itt ezek a sarok illesztő szögek, ezek tökéletesen oda passzolnak. És akkor ezzel még egyszer rámintázok a már megmintázott anyagra. És a végén, amikor lemosom ezt a masszát, akkor ami a fehérre ment, az fehér lesz, ami a világos kékre ment, az világos kék lesz, és hát így lehet ezt a több szint csinálni. És hát ugye, hogyha ezt még egy sárga vegyszerrel kezelem, akkor a fehérből sárga lesz, a kék a sárgával meg zöld lesz. Kékfestők portékáival találkozhattak az utcai standokon is az érdeklődők Nagynyárádon július utolsó hétvégéjén. Kétnapos fesztivált tartottak a ma már csak kevesek által gyakorolt szakma és a baranyai település mestere előtt is tisztelegve. Kékfestészet ugye jellemzően akkor kezdett Magyarországon elterjedni, amikor betelepítették a úgynevezett svábokat, ugye az 1700-as évek első felébe. Ők hozták magukkal ezt a technológiát, meg a hozzá tartozó mestereket, nem csak a kékfestőt, bognárokat, stb., amiket ők használtak. És hát elkezdték itt is azok is letelepedni, műhelyt alapítani, és hát dolgozni. És hát ugye az itt lévő magyar lakosság is megszerette ezt, mert hát rájöttek, hogy jobb a kék színű ruhába dolgozni menni, mint a fehérbe, mert nem koszolódik annyira, könnyebb a kezelése. És hát megszerették meg, hogy szép is, meg mintát is lehet rátenni, és hát így elterjedt a magyar lakta területeken is a kékfestő. Úgyhogy a 900-as évek elejére több száz műhely volt, olyan sokan voltak kékfestők, hogy saját újságjuk volt egyszerűen. És hát ez mindezt tartott egészen a II. Világháború. Aztán ugye a II. Világháború után egy ilyen buta politikai döntés miatt ugye jött a kitelepítés. Aztán hát akkor nagyon sokat németajkú embert visszaküldtek Németországba. Egy megcsapant nagyon a kereslet egyáltalán ez a viselet után. És ez nagyon sok műhely bezárt, meg ugye abba hagyták idősebbek, nem lehetett tanítani ezt a szakmát a háború után, a szocializmusban ez nem volt egy olyan szakma, amit hát az ipari iskolába taníthattak, és hát így szép lassan fogytak a kékfestők, de szerencsére azért a 80-as évek környékén újra divatba jött, meg elfogadták népművészeti terméknek, és hát így aztán vissza hogy mondjam, kapaszkodott egy kicsit a kékfestészet és a népművészeti termékek sorába, és azóta, hát azt kell, hogy mondjam, hogy most már viszonylag
hosszabb időn keresztül stabilan 5-6 műhely dolgozik az országban, és hát úgy tűnik, hogy az utánpótlások is meg vannak lassacskán oldva, úgyhogy ha nem is 100%-ban, de azért fennmarad a kékfestészet. A fesztivál sátor színpadán pedig tánccal, zenével szórakoztatták a vendégeket. A rendezvényre 3-4 ezeren látogattak el.